A hideg időjárás miatt három régióban léptetik életbe az úgynevezett vörös kódot, ami azt jelenti, hogy valamennyi szociális intézmény számára kötelező a hajléktalan vagy bajba emberek befogadása, jelentette be a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára Kedden Budapesten. Fülöp Attila közölte, a déla földön és Észak-Magyarországon kett 20 órától szombat reggel 8 óráig, a közép-magyarországi régióban 2. 20 órától csütörtök reggel 8 óráig lesz érvényben az intézkedés. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban éjszakánként mínusz 10 fokig vagy alá is lesüllyedhet a hőmérséklet, ez indokolta a vörös kód elrendelését. Fülap Attila felhívta a figyelmet arra, hogy életveszélyes lehet, ha ilyen időben az utcán hosszabb ideig tartózkodik valaki. Arra kért mindenkit, hogy aki bajba jutott embert lát, értesítse a hajléktalan ellátók díszpécsár szolgálatát. A telefonszámok megtalálhatók a kormány.hu weboldalon, illetve a közösségi média kormányzati oldalain. Fontos dátumokra hívta fel az érettségi előtt álló diákok figyelmét az oktatási hivatal. Az érintettek rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgákat tehetnek. A tavaszi vizsgai időszak május 5-től június 30-áig tart. Az írásbeliket május 5 és 26-a között, az emelcintű szóbeliket június 7-e és 14-e, a középszintű szóbeliket június 19 és 30-a között Tartják. Felhívták a figyelmet, hogy az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire külön kell jelentkezni, egyik jelentkezés sem váltja ki vagy helyettesíti a másikat. A felsőoktatási intézményekbe a felvi.hu honlapon lehet jelentkezni ugyancsak február 15-éig.